Köszöntök mindenkit itt a Fehérvár Televízióban, a Fehérvári Beszélgetésekben. A mai napi témánk nagyon-nagyon aktuális lesz, hiszen a nyárhoz kötődik. Ahogy nézem, egyre többen tartanak kutyát Fehérváron, illetve macskát is, de főleg kutyát, amiket én látok elsősorban. És nem csak családi házakban, hanem tényleg panelekben, lakóparkokban, vagy éppen társasházakban, ami egy külön műsort egyébként megérne, az ilyen épületekben való állattartás, főleg úgy a kutyatartás, az ugatás miatt. De most nem erről beszélünk, erről is fogunk majd mindenképpen, megígérem, itt a Fehérvári Beszélgetésekben. A mai napon mondtam, hogy aktuálisak leszünk, ezért a nyár, illetve a kutyákról beszélünk, mégpedig abból a szempontból, hogyha el szeretnénk menni nyaralni, akkor kire bízzuk a kutyát, hogyha nem tudjuk vinni. Rengeteg olyan hely van már, ami kutyabarát, macskabarát, ilyen állatbarát hely lehet őket vinni, de sokkal több van, akik még ezt nem engedik és nem teszik lehetővé. Mit csináljunk ilyenkor? Rábízzuk egy ismerősre, hogyha rá tudjuk, vigyük éppen őket például kutyahotelbe, hiszen ilyenek is vannak már egyre több helyen, vagy hogyha egyikbe se tudjuk, akkor meghiúsul a nyaralás, hogyha nem tudjuk elvinni. Mi a helyzet, hogyha például külföldre kell mennünk, külföldön nyaralunk, vagy ott szeretnénk nyaralni, akkor kell-e papír a kutyának, utazás közben például, mikor álljunk meg kutyával, hogy etessük, hogy itassuk, mibe szállítsuk, rengeteg kérdés van, nem is lesz elég rá a műsor, megpróbáljuk belesúvasztani. Vendégem a stúdióban dr. Lorászkó Gábor állatorvos, szia, köszöntelek téged. Szervusz, jó napot kívánok. Adás előtt sokat beszéltünk már erről. Vörös Marti Rádióban is annó sokat beszéltünk erről a témáról, viszont itt a Fehérvár TV-ben még nem. Pont azon gondolkodtam, melyik részével kezdjük. Belföldi nyaralás, külföldi nyaralás, szállítás, kutyahotel, melyikkel célszerű? Nézzük előbb a saját érdekünkkel. Sokan nem utaznak el külföldre, tehát nézzük az itthoni nyaralás kérdését. Először nézzük azt, hogy kutya marad, másik, hogy a kutyát visszük. Ja. Ha kutya marad, azaz rábízhatjuk, úgy, ahogy elmondtad, valóban ezek az opciók, ezeket választhatjuk. Mivel a kutyapanzióknak előre be van osztva a kapacitása, ezért aki későn ébred, az nem fog találni kutyapanziót, ahova elhelyezze. Ráadásul a kutyapanzióknak azért vannak egészségügyi feltételei, tudod, változnak. Változik az állomány, hol ez a kutya jön, hol az a kutya jön. Senki nem örülne úgy, hogy beadod a kutyádat, utána bolhásan viszed haza, férgesen viszed haza, köhögni fog, beteg lesz. Tehát azért annak egészségügyi feltételei vannak. Azoknak meg ideje van, ami be kell adni az oltást, hogy az hasson, pláne nem kapott olyat, meg kell ismételni. Tehát olyan másfél hónappal korábban gondolni kell erre. Tehát bárhogy nem vehetjük be a kutyát bármilyen állapotban. Tehát meg kell legyenek a kötelező oltások, nyilván a csip, ami ugye kell egy kutyának. Úgyhogy ne ártsunk a saját szórakozásunk, ne legyen másoknak terhére, meg ne okozzon kárt, meg bosszúságot. Hát az alap, hogy akkor egy egészséges kutyát adok be, és ráadásul olyan egészséges kutyát, ami másra nem jelent veszélyt, mert az egészsége attól még lehet például egy férges kutya az klinikailag tökéletesen egészséges, vagy egy bolhás kutya is lehet akár klinikailag egészséges, de utána mindenki bolhás lesz. Igen. Ezek egyszerű problémák, légzőszerbetegségek viszont sokkal nagyobbak lehetnek, vannak komolyabbak is, nem. Szóval a lényeg az, hogy a oltásainak is rendbe kell lennie, és helyet is időben kell biztosítani. Ha ezzel lekéstünk, akkor más megoldást kell keresni. Az egyik ilyen, hogy felélesztjük az emberi kapcsolatokat, tényleges barátot, meg tényleges családi kapcsolatot, nem csak a karácsony, meg a halottak napján keressük meg a rokonainkat. Nem nyaralás előtt, hogy el tudjuk helyezni a kutyát. Hanem egyébként is ápoljuk a rokoni kapcsolatot, hogy ne egy kellemetlen idegen legyen, aki minden süteményt megeszik, amikor jön, hanem olyan viszonyunk legyen, hogy megbízzak benned, vagy kedveljelek annyira, hogy utána a kutyádat itt hagy nekem. Érzel. Ráadásul a kutyának is meg kell ismerni azt a helyet, hiszen befogadjuk, aztán kiszökött a kapun, és te innen 1000 kilométer a nyaralásnál úgy azt tudod meg, hogy a kutyád éppen elveszett, igen, vagy elütött az autó, vagy valami más történt vele. Tehát mind a két oldalnak meg kell győződnie, hogy ez rendben van. Ez sem egyik napról a másikra. Az ugye nem barátság, hogyha akkor vagyunk barátok, amikor kérek tőled valami szívességet. Igen. Tehát szépen ezt is fel kell építeni. Ez az egyik lehetőség. Másik, hogy a kutyát nem hagyjuk itt, hanem visszük magunkkal. Visszük magunkkal itthon, visszük magunkkal külföldre. Mivel most sokan nem mennek nyaralni külföldre, egy remek lehetőség lenne arra, hogy az általános kutyás kultúrán javítsunk. A magunkkal vitt kutya ne jelentsen bosszúságot a környezetünknek. Két legfontosabb elem az ürülék és a bizelet, a másik meg az ugatás. Igen. Szerintem egyik fontosabb, mint a másik. Persze. És a kutyával való bánásmódnak ezek lennek az alapjai. Amikor pár évvel ezelőtt elmentünk Magyarországon egy kempingbe kutyákkal, és meg akartunk ilyen tűzijátékot, olyan helyen volt, nagyon jól nézett ki a dolog,
akkor meglepve láttam, hogy egyrészt ugatnak a kutyák, nem lehet úgy pihenni, vagy ez nem egy szórakozás egy ugató kutya csoportba tartozni persze, emberként. Persze. Másrészt olyan aranyos, amikor odaszalad és levizeli a sátradat, meg a szomszéd sátrat is, és utána valaki... Bejelöli a területét. Valaki azt mondja, hogy ne haragudj. Uh-huh. Tehát ezt szerintem nem így kell csinálni, és ez egy nagyon jó lehetőség lenne arra, hogyha sokan visszük a kutyánkat, mi is uh-huh. visszük a kutyát munka a nyaralásnál, akkor megtanítjuk a kutyát viselkedni, és megtanítjuk a társaságba való beilleszkedésre. Azt te is meg tudod egyébként? Tehát házilag bárki meg tudja tanítani? Nem kell az kutyaiskola? Vagy bárki meg tudja tanítani. Én azt a problémát látom fő problémának, hogy olyan kis idiótának tekintjük a kutyát, uh-huh. mint akitől nem várhatnánk el semmi alkalmazkodást, minden butaságát meg kell érteni, minden másokat zavaró természeti tulajdonságát el kell fogadni, mint hogy ha egy gyerek olyan aranyos, ahogy oda megy, és mondjuk belerúgdos az autóba, vagy leborítja mert a poharadat. Mert még gyerek, mindent igen. megértünk, minden butaságot, holott ez szerintem nem így van, és ez egy nagy hiba. Nem uh-huh. csak a vakvezető kutya, meg a rendőrkutya az okos kutya, gyakorlatilag bármilyen kutya megtanít, nagyon kevés kivételt eltekintve, bármilyen kutya megtanítható az együttélés szabályra. Ami meg nem, azt meg nem visszük olyan helyre, ahol egyrészt sok embertből ellenséget csinál, akár általános kutya ellenséget. Persze. Eddig nem volt bajom a te kutyáddal, de a nyaralásunk után már utálom a te kutyádat is, mert annyira rossz tapasztalatokat szereztem egy bizonyos kutyával, hogy köszönöm, mostantól kezdve kutya nem kell. És hogy amikor a gyerek előáll majd, hogy ő is szeretne egy kutyát, akkor majd azt is elintézzük, nem jöhet kutya. Szóval ez egy komoly felelősség, és ezt, ha nem tudja az ember otthon házilag megoldani, akkor kérjen segítséget. Erre valók a kutyaiskolák, erre valók az állatorvosok, nem csak erre valók, se a kutyaiskolák, se az állatorvosok, mindenesetre ott segítséget tudnak adni. Tanácsot adni. És legjobb nem rögtön kutyával menni, hogy ne érezze az ember azt a kellemetlenséget, az én kutyám milyen bolond, feltekeri lábamra a fúrászt, ez rángat, ez ugat, nem tudunk beszélni, ott mindenki más normálisan bánik a kutyával, én meg nem tudok. Ez kellemetlen, senki nem szereti a megalázott helyzeteket, nem megy oda. No, szóval ne ez legyen, először kutya nélkül megyek és nézek körül és beszélek, és egyszerű szabályai vannak. Legtöbb szerintem ott múlik az emberen, hogy eldöntjük, mit akarunk csinálni. Ha nem akarom, hogy ugasson ez a kutya, akkor az a kutya nem fog ugatni. Ha megértem, hát persze, hát ugat, mit csinálja, hát kutya. Uh-huh. Akkor fog viszont. Utána, akinek hangosabb az autója, annak persze, azt is meg kell érteni. Aztán, aki hangosan szereti a zenét, vagy a filmet nézni bármikor, azt is meg kell érteni. Aki ordítva kommunikál, azt is meg kell érteni. A végén csupa egymás zavaró tényezőt kéne megérteni, ami nyilvánvalóan nem fog menni. Szóval használjuk ki arra, hogy a kutyának először is követelményeket állítunk. Ha 2 hét múlva mész nyaralni, van 2 heted. Tökéletesen elég arra, hogy a kutyát egy ujja megtanítsuk pórázon sétálni. Ez a 2 hét, ez elég rá. Csak el kell előbb dönteni, hogy ezt el akarom érni, ezt a célt, biztos, hogy el fogod érni. Ez bármelyik kutya tanítható el egyébként? Tehát mondják, hogy vannak butácskák, vannak okosabb kutyák. Hát ez buta, de aranyos, őt nem tudom megtanítani, tehát ez bármelyik meg. Én úgy emlékszem, nem találkoztam még olyannal, amiben ezt ne lehetne elérni. Mm. És amikor olyan kirívóan nagyon rossz példát lát az ember, azoknál próbálom ki, és gyakorlatilag nagyon egyszerű, mert végrehajtható. Gyakran nem is tudom végigmutatni, hogy miket szeretnék a gazdának megmutatni, mert a kutya már mindent megcsinál. Kutya már állt. Aha. De hogyha a gazdában azt látja, hogy jó az úgy is, akkor a kutya nem fogja követni azokat az elvárásokat, amik nem léteznek. Uh-huh. Tehát magasra a mércét, és akkor a kutya meg fogja csinálni. Ha a család együtt megy kirándulni, nem kell, hogy az anyuka csináljon mindent. Ő készíti össze a gyereket is, meg az útravalót is, meg a ruhákat is. Apa meg megveszi a sört. Fontos szóval feladatok. Fel kell osztani, aha. és a gyerekek ebben nagyon jól bevonhatók. A gyerekek se hülye gyerekek. Persze. Egy pici gyerekkel egy csomó dolgot meg lehet tanítani. Ráadásul már is 2 célt érnénk be, mert a szabályok követése az, ahogy a kutyával szemben elvárjuk, ahhoz alkalmazkodik a család, korán fog el, időben fog felkelni, időben készül, persze, időben persze. indul el. Tehát minden, ez egy nagyon jó fegyelmező eszköz, és a kutya erre nagyszerű. Uh-huh. Szóval, ha visszük a kutyát, és van rá 1 hetünk, pláne ha 2, akkor egy csomó szabályt meg lehet vele tanítani. És akkor, ha már visszük, akkor hogyan visszük a kutyát? Ez a kérdés, hogy szállítjuk a kutyát? A kutya mérete is befolyásolja, meg kora, meg az autó, uh-huh. meg a család létszám, meg egyebek. Lehet úgy is, hogy kutyaszállító ketreccel kitöltöm a csomagtartót, de akkor hova teszed a bőröndöt, meg
szerintem nem mi vagyunk a kutyáért, hanem a kutya a része a családunknak, és együtt éljük az életünket, de én nem akarok alkalmazkodni különösebben egy kutyához. Valamennyire igen, de nem vagyok a szolgája a kutyának, és az a szállításra is vonatkozik. Tehát szerintem a kutya ugyanúgy ül. A gyerekedet beültet az autóba, becsatolod az övet. Miért kell, hogy a kutya rohangáljon az autóba? Felüljön, olyan aranyos, ahogy így kapar. Egy nagyon szép, drága autót láttam benzinkúton. Két kistestű kutya volt benne, amik a gazda bement, és oda mentem megnézni a kutyákat, és meglepve láttam, hogy az ajtó felső pereme annak a drága autónak széjjel volt kaparva, mintha valami oroszlán kirágta volna. Na gondolod a belső részét. Ez a belső része volt, végig ki volt kaparva. De belül a burkolatokat, többit nem néztem, ez elég volt arra. Az undorító volt, és teljesen szükségtelen. Azok a kutyák nem voltak boldogak ettől. Ki akartak jönni? És mivel nem ismerték még, hogy van olyan, hogy valamikor valamit nem szabad, mintha mi mindig azt csinálnánk, amikor amit akarunk. Tehát a kutyátoknak miért akarnánk mindig mindent megengedni? Persze. Ha megadsz neki mindent, add meg a szabályokat is. Uh-huh. Akkor sokkal teljesebb, szabadabb életet tud élni, mint a szabályok megsértése miatt állandóan konfliktusba keveredik. És a kutyák kapartak, ki akartak jönni. És tönkretették azt az autót belülről. Tehát, hogyha megtanítod szállítani, akkor lehet az egyik kutya szállítóba. Vannak kicsi, nagy, közepes, stb. Én szerintem nem szükséges úgy szállítani egy kutyát. Utazhat az utastérben, de akkor a földön. Tehát én azt sem szeretem, amikor az ülésen ül egy kutya, nem odavaló, a karmával, ha akármiből készül a te autódnak az ülése, az vagy nyomot hagy, vagy sérülést okoz, mindent összeszőröz. Igen. Szerintem az nem jó. Egy nagy testű kutya esetleg nem fér el az autóban ott, akkor arra lehet venni olyan ponybát, amit beleteszel. Én szerintem nem csak azt a 20 000 forintos egy négyzetméteres vászonlapot, hanem ennek a töredékére is rendes nagy ponybátba kitakarod az autót, belesakod a kutyát, és ami a teherautóra jó, és állja az időjárás meg az UV-t, az jó lesz az csak autóban is. Csak jó kutyának is, persze. Szóval bele a kutyát, és akkor ezt a ponyvát után kiveszed, kirázod, ez is rendben van. Sőt, ha a ponyvára ráteszel mondjuk egy lepedőt, 500 forintért veszel egy akármilyen lepedőt, azt ráteszed, az úgy még jobb, nem csúszik, a szőrt is jobban tartja, ha nedvességgel száll be a kutya mondjuk eső után, akkor se folyik a víz utána be az autó résébe, és utána azt a lepedőt úgy, mint bármelyik másik lepedőt ki tudod mosni, és akkor utána van egy tiszta lepedő. Ha még kivasalod, akkor meg sterilizáltad, és tehát az tökéletes. Tökéletes. Rögzíteni a kutyát egyébként jó a járat közben. Láttam például, nem tudom mennyire jó vagy nem jó, mennyire, ugye erre is nyilván rátelepet egy komplett ipar, hogy gyártanak jó, meg tök felesleges termékeket, mint mindenre. Láttam egy kutya biztonsági övet, ilyen hámszerű dolog, ráteszed a kutyára, és akkor bele tudod a biztonsági övbe valahogy csatlakozni. Szerintem ennek van előnye, ez a fegyelmezést helyettesíti. Biztos van olyan kutya, ami a kora miatt például, meg az eszetlensége miatt, vagy fajtája miatt, vagy a pillanatnyi állapota például nem érdeklődés miatt, éppen akkor nem kezelhető, hogy egyedül vezeti valaki az autót, és nem akar kísérletezni ezzel, akkor az jó, ha rögzíti. Én szerintem a jobb első ülés előtti, a földön a kutya az egy elég jó hely. Igen. És sok autónak ott kézzel állítható az ülés, ott van egy fém rúd alul. Igen. Ahhoz való odakötése, egy kis bilincsel, rövid pórázon, hogy a kutya ülni vagy feküdni tudjon, az pont elég. Nem kell, hogy felálljon, nem kell, hogy így vagy úgy feküdjön. Ahogy mi tudunk így ülni az autóban vagy a repülőn órákon át, miért ne tudna a kutya? Persze. Természetesen tud úgy ülni vagy feküdni, nem lesz attól baja. És ott lenn naptól is védve van, a klíma is odafújja a levegőt, ha kell. Tehát az egy nagyon jó hely, ott szeret aludni is a kutya. Másik ilyen hely az első hátsó ülések között, a földön, egy nagyobb testű kutyának például, ha egyedül utazik valaki jobb első ülést kicsit előrébb, akkor ott igazi nagy hely keletkezik, és le a kutyát, és szerintem ott is meg kell kötni. Mert különben mit fog csinálni? Fel fog állni, persze, liheg, összenyálazza, te meg forgatod a fejedet vezetés közben. Odaugrik rád, bármi veszélyes. Milyen aranyos, és akkor a vezetésben megzavar, ami elfogadhatatlan kockázat. Tehát a kutyának is fegyelmeznie kell. Ha egy egyéves gyereket becsatolsz, vagy akármilyen korú gyereket becsatolva viszel, akkor nehogy már a kutyát ne csatoljuk be, vagy ne kössük meg. Tehát szerintem ez. Egyébként meg egy kutya szoktatható ehhez. És az én kutyáimat itt sosem kötöttem meg, mert fegyelmezéssel megoldottam, hogy ott kell maradjon.
ha nem kínálod neki az opciót, hogy fel akar jönni, oda akar jönni, de te azt mondod, hogy nem, és ez van benned egy ilyen határozott szándék, akkor a kutya azt megérti. Megérti a jókedvet, megérti a szomorúságot, megérti azt is, hogy most valamit tényleg nem szabad. Akinek gyereke van, az tudja, hogy a gyerek is mindig mondja, majd fogad most, majd megy fürdeni, majd öltözik, majd. De amikor most az anyuka úgy dönt, hogy most, akkor a gyerek hirtelen mindent megcsinál. Igen. Addig meg veszekedés volt. Tehát, hogyha bennünk ez a kapcsolópöld egy vezetésnél, ott nincsen idő arra, hogy három zebránál vitatkozunk a kutyánál, az alatt háromszor üthetünk el valakit, vagy pedig az elsőnél azt mondja, hogy lecsapom a fejed a helyéről, ha nem maradsz ott. És meg is csinálom. És érdekes módon igen, ott marad és megért. És a kutya ért ebből, vagy különben megkötöm pórázra, határozottan rájövöltök, megállok, elrendezem a kutyát. Tehát az, hogy vezetés közben kutyanevelés történik, az összeegyeztethetetlen. Így van. A családdal együtt való utazásnál ez a helyzet, akkor megállás, igen, megitatás. Mikor, hogy? Igen. Kutyát az autóban nem szabad hagyni. Ez egy ilyen főszabály a nyáron. Mert az autóban nagyon hirtelen meleg lehet. Én próbáltam egyszer ezt, így ilyen ügyeim vannak szakértőként, bezárták, ekkor ez történt, akkor az történt, árnyékban állt, meleg volt, esett az eső. Különböző helyzetek különböző eredményre vezetnek, de alapvetően, amikor kint olyan 28 fokos nyári hőmérséklet van, és akár nincs is napsütés, beülsz az autó, és felhozod ablakot, és csak ülsz, akkor körülbelül, én úgy veszem, hogy olyan 5 perc az idő, ahogy elkezd szakadni rólad a víz. Nagy melegben még hamarabb van. Hát a kutyáról nem szakad a víz, ő nem tud izzadni, nekünk az egy kis időt nyer, mi időt nyerünk azzal, hogy elkezdünk izzadni, de nem sokat, mert abban a zárt térben hamar telítődik párával a levegő, és akkor már nem tudunk párologtatni, akkor már mi is úgy szenvedünk, mint a kutya. Igen. Mert a kutya már innen indul, nem tud párologtatni. Szinte talán nem is találkoztam olyan esettel ilyen kutya bezárással, hogy ne lett volna víz letéve a kutya mellé, jelezve a jó szándékot. Mert mi melegben iszunk. De a kutya nem iszik sokkal többet melegben. A kutyát hűteni kell. Mi azért iszunk, mert a hűt úgy hűtjük magunkat, hogy vizet veszítünk párologtatása, izzadással. Ezt pótoljuk. De a kutya nem veszít vizet párologtatása, mert nem párologtat. Lihegéssel valamennyit, de az töredék a vizadásunknak. Ez egy fals információ az emberek, akik azt gondolják, hogy magunkból indulunk ki. Ez egyébként egy jó szándékú tévedés. Ha azt a vizet nem megitatni akarjuk a kutyával, hanem a fejére locsoljuk, vagy beledörzsöljük inkább a szőrzetébe, az sokkal jobb. Szóval, ha mégis benn kell hagyni a kutyát az autóban, mert lehet ilyen helyzet, le kell húzni az ablakokat. Az autóban egyébként se hagyjunk mondjuk forgalmit, vagy értéket, tehát akkor olyan nagy baj már nem fog történni, ha ezt a választás lehetőségünk, az ablakokat lehúzok. Lehúzhatjuk kicsit, meg lehúzhatjuk nagyon. Megnézzük, hogy hova állunk. Megnézel egy nagy áruháznak a parkolóját, szinte mindenki a bejárat mellett áll. Igen. A bejárattól legtávolabbi parkoló sincsen egy perc sétánál messzebb, nem? És ott általában van fa és árnyék egyébként. És ott több lehetőséged van az autóval való megállásra. Tehát, hogyha azt az egy percet még rászánod az életedből a gyaloglásra, mint egyébként is autóban sokat ülsz, akkor nem árt az egy kicsit sétálni, akkor nem állsz meg a bejárathoz legközelebb, kicsit távolabb, lehúzod az ablakokat, mind a négyet, vagy ha ahol még több ablak van, ott még többet, nem kell akár nagyon lehúzni, hogy az ajtó kinyitható legyen, de ha már kereszthúzatot biztosítasz, már jobb a kutyának. Amellett meg, hát benne nem nézem meg, hogy a tejföl is le van-e árazva, meg a fülhallgató is. Igen, nem akkor vásárolok be karácsonyra például. Igen, nem lófrálok hosszan, hanem akkor célzottan elintézek valamit és megyek. Mert egyébként előfordul, hogy beverik az autód ablakát, és arra jössz ki, hogy kiventették a kutyát az autódból, de úgy, hogy utána majd az esőbe esik, meg beverték az ablakot. Igen. És utána még téged is jól ellátnak. De legalább bevásároltál. Igen, igen, de utána téged is jól ellátnak tanácssal, meg esetleg egy nagy taslival is, hogy miért hagytad bezárva a kutyát. Igen. Tehát, hogy ne ez legyen, nem állunk meg közel, lehetőség szerint árnyékban. Ha van valaki például, nem kell mindenkinek bemenni. Igen, ezt ki tud maradni vele persze. Ki marad, kinyitjuk az ajtót, hogyha mondjuk olyat adjok, aki nagymama nem akar benne sétálni már az üzletben, persze, de nem akar a kutyával se lófrálni, kinyitjuk az ajtókat. Sokkal jobban megy a levegő, mintha csak az ablakokat nyitom ki. És a kutyának meg megvizezzük időnként a fejét, meg a nyakát, ahol az erek felületesen futnak, és jól le tudjuk hűteni a fülek, például nagyon bő a fülvérellátása, az is jó erre.
ha a, mennyi időnként álljunk meg a kutyával, hát ez szoktatás kérdése is. Van olyan kutya, ami 12 órát is tud utazni. Gazdák nagyjából tudják, ugye, hogy mikor kell a kutyának. De fizelni. Ahogy az otthoni ritmusodat kialakítottad, körülbelül ahhoz kell alkalmazkodni. És ez egy magyar szokás, felülünk a vonatra, rögtön elő kell a rántott hús, aztán is azonnal eszünk. Igen, az, igen. Az már összelapult egyébként. Az össze kell, a buszos kirándulás, ahogy elindul mindenki, igen, az örök, rögtön eszünk. Fehérvár tábláig már ötöt megettünk, igen. Az Ikaruszon. Igen. Mint ha sokkal többet kéne enni az utazás. Ez így van egyébként. Mint egyébként. Igen. És az akkor a kutyával is így van. Akkor azt már is tömjük, etetjük, itatjuk. Igen. Már pedig hadszerni a kutyának, mi fog következni utána? 15 percek később várhatóan üríteni akar. Igen. Mert otthon is így szoktatjuk. Tehát, hogyha én ezt nem akarom, akkor elviszem sétálni reggel, majd utána pedig az utazás alatt nem etetem. Lesz baj ettől a kutyának? Biztos, hogy nem. Pisilés más kérdés, azzal arányosan, ahogy iszik, úgy fog üríteni. Hát mondjuk, ha 2 óránként megállunk, az szerintem egy gyakorlatias. Az kell is, az nekünk is egyébként. Az egy embernek sem sok. Olyan sokat meg nem tudsz nyerni az úton. Ritkán van arra indok, hogy több mint 2 órát utazzál egyhuzamban. De a kutyával megállsz 2 óránként, akkor az szerintem elegendő. Egyébként érdekesebben is telik az utazás. Mi szeretünk úgy utazni, hogy megállunk 2 óránként, van, hogy kicsit gyakrabban, és akkor szaladgál egyet a kislányom is, persze, meg a kutya is, és észre se vesszük, úgy telik a nap. Igen, általában az utazás egyébként úgy van jó, hogy szóba hoztad. Ez csak ilyen észrevétel, hogy nem, hogy valahogy nyarani, siessünk, mert oda kell érni. Hát az utazás is legyen akkor már kikapcsolódás, ettől az izgalmaktól mentes, tényleg egy olyan kellemes időtöltés, ami jó a családnak, és nem ilyen idegbetegség. Hát elpazarlása, egy kéthetes nyaralásból 2 nap elpazarlása, ha az utazás alatt, már pláne előtte már ideges vagy, ahelyett, hogy örülnél, hogy mész nyaralni, persze, ideges vagy előtte, utána ideges vagy az utazás alatt, hát nem kell, hogy így legyen, saját magunk választjuk meg. Így van. A kutyának meg halál érdekes új helyeken kiszállni, szimatolni, tájékozódni, az egy nagyon jó kaland. Persze. És ez alatt szépen gyakorolhatjuk azokat a szocializálási magatartásokat, hogy sétálunk pórázon, hogy hívom be a kutyát, hogy tiltom meg neki, hogy ugasson. Nem kell, hogy ugasson. Uh-huh. Nem fognak minket szeretni. Persze. H betűvel ott autózol, és tudják, hogy jön a bolond magyar, nem tud a kutyájával bánni, uh-huh, és mindenki elhúzza a száját. Ez felelősség is azért. Ellenben megérkezel, milyen aranyos ez a család, milyen aranyos a kutyával, milyen aranyosak a gyerekek meg a kutyák. Egy jó pontot szereztünk. Nem mindegy egyáltalán, persze. A másik, ami nagyon nagy kérdés, így már a műsor vége felé, hogyha mi külföldre megyünk kutyával, többen kérdezték már, gondolom tőled, hogy milyen okmányok, vagy kellenek-e valamilyen okmányok a kutyának? Vagy valami? Az alap az érvényes veszettség elleni oltás. Uh-huh. Ennek fokozottabb formája a veszettség elleni oltásnak a szerológiai igazolása. Vannak olyan országok, most már kevés, meg távoli országok, Európán kívüliek, uh-huh, ahol vérvizsgálatot is kell végezni. Az macera. Az nem csak a költség meg az időigénye, hanem az oltásokkal gyakran többedik oltással lehet csak elérni azt a szintet, ami elég lesz majd a vérvizsgálathoz. Tehát ott van, hogy 2-3 hónappal korábban el kell kezdeni gondolkodni, meg tervezni. Tehát oltás meg vérvizsgálattal, ez tud lenni. Tehát tájföldre ne vigyük a kutyát akkor, nem? Hát ha visszük időben számoljunk, kell gondolkodni. Aha. A másik az igazolása a veszettségi oltásnak. EU meg nem EU ország. EU ország állatútlevél. Az állatútlevél addig érvényes, ameddig a benne lévő veszettség elleni oltás érvényes. Uh-huh. Emellett lehet egy újabb feltétel, hogy féreghajtással hogyan rendelkezik az állat. A féreghajtásnál vannak olyan országok, amik ezt előírják, azok eltérnek a jogrendük a miénktől, ott a 24 órán túl, 72 órán belüli féreghajtást kell igazolni. Ezért nem igazolunk külön mindent pecséttel, minden féreghajtást a kutya útlevélben, mert nagyon hamar betelne, persze, drága a pótlása, fölösleges költség. Akárhányszor kap a kutya féreghajtót, azt véleményem szerint csak akkor érdemes beírni abba az útlevélbe, amikor a kutya utazik olyan helyre, ahol az számít. Ugyanis az egy plusz féreghajtás lesz szinte biztosan, hiszen mondjuk negyed évente féreghajtott a kutyát, de előtte 1-3 nappal kell az utazás előtt. Ellenkező esetben érvénytelen, például nem tudsz beutazni egy szigetországba, hogyha nincsen ez így rendben. Uh-huh. És az igazán sokba tud kerülni. Meg kell nézni az interneten, aki valahova utazik külföldre, nem várhatja el tőlünk állatorvosoktól, hogy ebben napra készek legyünk. Ezek a szabályok tudnak változni. Persze, persze. Tehát neki kell megnéznie, és mi ki fogjuk szolgálni ezeket az igényeket, igazoljuk azt, amit kell. Ha valakinek nincsen útlevele,
az 21 nap múlva lesz érvényes. Veszettségellenoltás kell, útlevél, és az 21 nap múlva lesz érvényes. Ha egy nappal lejár az oltás, 365 nap helyett 366 napra, vagy szökőévet kivéve 367 napra lesz oltva, a kutya megint 21 nappal később utazhat. Tehát mondhatjuk, hogy minek ez, hát az emberek útlevelek nélkül is utaznak bizonyos helyekre. Igen, nem, de ha te jössz egy útlevéllel, meg útleveles kutyáddal, akkor nem haragszanak rád, de kapsz mondjuk egy 1000 eurós büntetést, amit muszáj befizetni. Tehát az ilyen jól dokumentált esetek, mint az ember az útlevéllel, kutya az útlevéllel, ez remek alkalom arra, hogy egy tényleges bírságot kapjon, ha az az útlevél nincs rendben. Ellenkező esetben az rendben van, az jó. Nem EU-s országokban külön szabályok vannak, meg kell nézni, milyen szabályoknak kell megfelelni. Előfordulhat, hogy kifelé könnyű menni, de befelé nem. Például befelé kell szerológiai vizsgálat, vagy oltás, vagy egyebek. Tehát az legyen tisztában mindenki azzal, hova utazik, meg hogy akar hazajönni. Akkor érdeklődjünk mindenképpen, és informálódjunk. Gábor, köszönjük szépen neked a rengeteg információt. Önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.